Már közel 4 éve húzódott a Széll Kálmán tér felújítása. 2011-ben döntött a fővárosi közgyűlés a munkálatok megkezdéséről, de a felújítás csak 2015. januárjában kezdődött meg. Ez várhatóan 2016 tavaszáig tart majd. Ennek első lépéseként a metró kijárat előtt lévő bódésor bontása kezdődött el a Várfok utcánál. Ezért a 61-es és az 59-es, valamint a 18-as villamosok már nem hajthatnak be a térre, hanem új ideglenes megállókba érkeznek, az Attila út felül az Alagútnál, valamint a Kaptár utcánál. Így akik például Hűvösvölgy felül érkeznek, egy körülbelül 5-8 perces sétával juthatnak el az Attila úti csomóponthoz, hogy folytathassák útjukat. A Blik TV stábja a munkálatok megkezdésekor járt a helyszínen. Érdekes tapasztalataink voltak, hiszen például az egyik épület bontásánál védőruha nélkül vágták lángvágóval az épületek maradványait. Reméljük később ennél egy kicsit jobban vigyáznak majd a munkások. Az átalakítás kapcsán a téren minden régi épületet elbontanak, a metró kijárat ikonikus épületének kivételével, mert ezt ipari műemlékké nyilvánították az elmúlt években. A látványos építkezés érinti a műszaki tartalmat is, hiszen nem csak a rozoga bódék tűnnek el, hanem a sineket is kicserélik majd. A több mint egy évig tartó felújítás várhatóan komoly nehézségeket okoz majd az autóközlekedésben, de az elodázhatatlan felújítás már így is az utolsó pillanatban jött a túlterhelt közlekedési csomópont számára.